Ez most csomag vagy levél? Hm? Na ez becsapós kérdés. Üdvözlök mindenkit! Leveles professzor vagyok, és ma arról fogok beszélni, hogy hogyan tudjuk megkülönböztetni egymástól a leveleket és a csomagokat. Elsőre nem hangzik bonyolultak, ugye? Egy csomagot nagyjából így képzelünk. Egy levelet pedig így. Nekem jött. Igen. Ez még az egyetemen is csak beugró kérdés lenne, de a csomagokból és a levelekből nem csak egyfajta létezik. Ez most csomag vagy levél? Hm? Na ez becsapós kérdés. Azt gondolnánk, hogy csomag, hisz nem fér be a levélszekrénybe, de nem. A távoli keletről rendelt létfontosságú telefontokok, dekorációk, kiegészítők és minden más apró dolog legtöbbször levélben jut el hozzánk, még akkor is, ha ezek formájuk miatt csomagnak néznek ki. Na de miért fontos mindez? Hát nem mindegy, hogy levelet vagy csomagot kapunk? Nos, nem. Hiszen a levél és a csomag kézbesítéséhez más-más szabályok vonatkoznak. Ha a csomagnak kinéző sima levelünk jön, akkor a postás egy értesítőt hagy, mennek birtokában átvetjük a levelünket a legközelebbi postán. Azonban a papír értesítő elkeveredhet a sok szórólap és reklámújság között, vagy kieshet a postaládából, vagy elveszíthetjük, vagy illetéktelen kezekbe kerülhet. Ezért ma már SMS-ben és e-mailben is kaphatjuk az értesítést. Így biztos nem veszítjük el, és nem kerülhet illetéktelen kezekbe. Kényelmes, gyors, biztonságos. Lenyűgöző, mikre képes a tudomány. Ahhoz, hogy a következő értesítésünket már így kapjuk, nem kell más, mint megadni a számunkat és vagy az e-mail címünket az online rendelés során. Egyszerű, ugye?